ahhoz a meccshez, amely, ahogy mondottam, mindenről dönthetett, hiszen ha ezt a találkozót is megnyeri a Gödöllő, akkor az azt jelenti, hogy 2006 után ismét övék a magyar bajnoki futszál ére. Úgy érzem, ez a két mérkőzés inkább az első sikerült jobban, amikor hazai pályán játszottunk. Ez a második mérkőzés elég nyögvennyelős volt, de sikerült behúznunk. Hát mindenféleképpen meg szeretnénk védeni a bajnoki címet, és remélem, ha meg lesz az. Van-e benned, külön benned izgalom, hiszen minden valószínűség szerint ez lesz az első futszál bajnoki aranya? Hát, hogy minden mérkőzés előtt, most ez egy ilyen sablon beszéd, hogy tehát megvan az a kis magad rúg, az egy külön öröm, hogy ez egy olyan mérkőzés lesz, és ebben az évben remélem az utolsó, amelyben sikerül behúznunk a bajnoki győzelmet. További sérültek, illetve hiányzók vannak. Kik ezek? Hát a Vörös Peti harmadik sárgás, a Nyári Guszti harmadik sárgás, a Simi ugye elvállalta a játékot, de vese problémái vannak, valamilyen veseköve van valószínűleg, úgyhogy ezzel se bővézünk, éppen ezért kell ma nyerni. Semsei Misi? Hát fáj neki a lába, de ő kemény gyerek, összeszedi magát. Alig-alig van így esélyetek. Nem így látom ezt a dolgot. Két mérkőzésünk volt, mind a kétszer kinnan keservel nyert a Gödöllő, ugye egy hosszabbításos volt, meg egy 3-2. Ebből nekünk erőt kell meríteni, és meg kell próbálni megfordítani ezt a párharcot. Hogy készültök erre a meccsre? Kamikáze módon, vagyis minden mindegy, vagy azért óvatosan? Az első fél időben óvatosan, a második fél időben meg eredménytől függően akár kamikáze módon is. Nagyon könnyen előfordulhat, hogy a 2006-2007-es magyar futszálbajnokság utolsó meccse kezdődött el néhány másodperccel ezelőtt. Tiszta kékben mondanom sem kell, a címvédő Megaterm GFK, vagyis a Gödöllői Vikák csapata, és más választás nem lévén, sárga felsőben, szürke nadrágban a vendég Kanárik, Szente Madarász, Tóth Szabolcs, Baranyai és Tóth Gyula, a hazai a kezdő ötöse. Szente vett át rosszul egy labdát, amely Madarásztól jött, ezért nem lehetett ebből igazán helyzet. Kollár, Semsei, Balázs, Piroska és Simon a vendég Kanárik kezdő ötöse. Majdnem telt ház van itt a Gödöllői sportcsarnokban, én olyan 1300-1400 ember tippelek. És ha beigazolódik az, amivel kezdtem a közvetítést, vagyis, hogy ez az idei futszál szezon utolsó meccse, akkor természetes és evidens módon bajnok avatás lesz, pontosabban bajnoki címvédés. A Gödöllő története során másodszor szerezheti meg a magyar bajnoki címet. Szente egy kicsit kisodródva, Tóth Szabolcs. Madarász, ő van centerben, Tóth Szabolcs lövi el, és Semseit lőtte fejbe. Szegény Semsei Misinek van elég baja. Éppen Baranyai Palival találkoztak még az előző mérkőzésen, és akkor szenvedett olyan sérülést, látszik is a térdén a kötés, bevizesedett a térde, de Semsei Misi egy hős, úgyhogy itt van a pályán és vállalta a játékot. Baranyai, Madarász, szép játék, Baranyai eltörte a labdát. Piroska most már Madarász állja útját, hátra egész Kollárik. Tóth Szabolcs szerez labdát, most 2-1-ben a Gödöllő, Tóth Szabolcs ellövi, Balázs Remekül jön ki a kapujából. Marad a 0-0, 2,5 perc után. Madarász 1-0-ra vezet a Gödöllő, ezt alaposan megette a Kanárik, lássuk be. Egy gyorsan és élesen elvégzett oldalberugás. Madarász a hosszú kapufánál, annak idején, nem is olyan régen, 2-3 évvel ezelőtt az Aramis kedvenc figurája volt ez. Most a Gödöllő használja ki a lehetőséget, a harmadik perc közepén megszerzi a vezetést a bajnoki címvédő. Madarász. 2-1-ben a Vikák, Baranyai, Madarász, 2-0. 14 másodperc telt el,
a kékek vezető gólja óta. Baranyai Madarász, ez iskolajáték. Attól közhely, mert igaz, óriási baj van a vendégek, nem mintha a két gólos hátrány ledolgozhatatlan lenne, tekintettel, hogy még csak 3 perc telt el a döntő harmadik meccséből. Íme Simon lövését védi lemekül, Tóth Gyula, az a Tóth Gyula, ugye, akit az első meccsen kiállítottak, és automatikusan egy meccses eltiltást kapott. Tóth Szabolcs, Madarász, Baranyai, Madarász, szép játék, Vidák ért vissza az utolsó pillanatban is, tisztázott szente elől. Forog a Kanárik, Simon hátra. Vidák, nincs falt, mehet tovább. Nehézségek árán is, de megtartotta a labdát Vidák. Simon eszmélt némiképp későn, de azért annyira nem, hogy ne lőjön a gödöllői kapuba. Az 5. percben zárkoznak a sárgák, 2-1. Elsőre úgy tűnik, hogy nem tudja Simon megtartani a labdát, de aztán áthámozza magát 1-2 védőn, és piccel lövi el Tóth Gyula mellett a labdát a kapu jobb oldalába. Ahogy a döntő első 2 meccsén, úgy a mostanin is remekül védekezik. A Kanárik, amire ezt kimondom addigra, Takó Csaba belövi a gödöllő 3. gólját. Nagyszerű az összjáték Berkes és Takó között, Takó pedig iszonyú erővel lövi el a labdát Balázs kapus lábai között. A 10. percben 3-1 a gödöllő javára. Takó! Icipici hiba csúszott az irányzékba. Piroska, Takó szerel. Jól játszik Takó Csaba ma is. Takó, szép csel, lövőhelyzet. 4-1, gyönyörű egyéni alakítás. Ez tényleg remek volt, amit Takó Csaba véghez vitt. Egy csel, még egy. Látja, hogy szemben, 1-1-ben Balázzsal szemben, és kiméletlenül kilövi a jobb alsó sarkot. 3 góllal vezet a 12. percben a gödöllő. Rohacsokat kell futni, el fogtok fáradni, de ez a bajnoki döntő. Nem állunk vissza, 4-1 van, elmehet valószínűleg a jó, hogyha nem megyünk rá. Tessék menni velünk végig, gyerünk tovább. Nem mehet már föl fejét, gyerünk. Most már 3 tótunk is van a pályán. Gyönyörű! Madarász Jani zseniális labdát adott szentének. Balázs lábbal bele tudott piszkálni. Sranc, Vidák. Sranc. Most a gödöllő tömörül be. Csemsei, Vidák. Takács emeli fel, gyönyörű játék. Még akkor is, ha nem ment be ez a labda. Nagyon-nagyon szép volt, amit Vidák művelt. Úgy tűnik, hogy a mérkőzés ezen periódusában letámad a Kanárik. Próbálják hibára kényszeríteni a kékeket. Szente forgolódik. Baranyai. Nem jött össze a csel Balázs mellett. Takács. 1-1-be Tóth Gyulával szemben. Tóth Gyula remekül zárta a szöget. Most nem jött ki, nem csúszott ki, nem volt szabálytalan. 1 perc van hátra a szünetig. Takács szépen csinálta, viszont cimbalom szögből nem lehetett eredményes. Berkes, Isto. Berkes, pelota aquí, Berkes aquí, pelota aquí, aperta, Isto, diagonal. Se ele faz isto, sai rápido, sempre diagonal. Cerrado, cerrado, quatro, um minuto. Fél perc van, gyerekek, Isto, Csaba. Takó végzi el a sarokrúgás, szente. Sivák lopja a távolságot, aztán lő. Balázs egyből indít, Sranc, Tóth Gyulával szemben. Jól véd ma Tóth Gyula.
Sranc, még 10 másodperc. Ebből már nem fog elindulni a Kanárik. 4-1-es gödöllői vezetésnél cserélnek, majd a szünet után tér felett a csapatok. Semmi újdonságot nem mondok, a két nagyon gyors gödöllői gól alapjaiban határozta meg a meccset. Meg megmondom őszintén, és lehet, hogy tévedek, akkor majd kapitány úr kijavít. Én ma nem érzek erőt, nem érzek olyan elszántságot a Kanárikban, mint mondjuk a döntő első két meccsen. Igen, mert egy kicsit elfogytak. Azt hiszem, hogy sárgalapok miatt, amely fegyelmezetlenségek miatt következtek be, vagy sérülések miatt, de végül is néhány meghatározó játékosa nélkül kénytelen ma kiállni a Kanárik. Elég kevesen vannak, és nem is nagyon képesek most szervezett játékra. Hogy tetszett az első fél időben látott játék, nyújtott játék? Tulajdonképpen a gödöllő nagyon pontos és gyors játékot játszott, úgy, ahogy itthon kell ezt a döntőbe tennie. Ezzel, amint mondtad, el is döntötte a mérkőzés elejét, meghatározta a mérkőzést. A Kanárik nyilván csak kontrával próbálkozik, az elején nagyon jól sikerültek a kontráik, de mostanában a második részben már nem annyira. Egyéni játékkal próbálkoznak, nyilván ez egy szervezett védekezés ellen elég nehéz. Oldalakat kellene hozzá kiüríteni, több egy az egyes szituációt csinálni, és hát még egy fegyvere van a Kanáriknak, amit rendre beszokott venni, hogy a védekezésben egyel kevesebben védekeznek, és fent ragad egy játékosuk, hogyha a kapus kezébe kerülhet a labda, akkor egyből indítják. Az utolsó másodpercekben erre is láttunk példát. Nekem is szembetűnő, hogy a gödöllő sokkal motiváltabb, de annak ellenére az összes Kanárik ellentámadás nagyon veszélyes, és mindig gólhelyzettel végződik. Alapjaiban tetszik, amit láttál az első 20 percben? Tehát mondjuk méltó ez egy magyar bajnoki futszál döntő? Én úgy gondolom, a hangulat kitűnő, sok néző, a csapatok jól játszanak, vannak helyzetek, izgalmas a mérkőzés. Szerintem nagyon jó mérkőzést látunk. Sivák! Tóth Szabolcs szépen. Baranyai, Tóth Szabolcs. Jött is a hosszú menetrend szerint madaráz. De most a labda volt a gyorsabb. Baranyai, szép csel. Madarász 5-1. Baranyai nem így akarta, de így lett jó. Megpattan egy vendéglábon a labda, és pont oda gurul, ahol Madarász Jani áll. Ő lövi a gödöllő 5. gólját a 23. percben. Szép játék. Tóth. Madarász. Hatványozottan az az érzésem, hogy egyre motiválatlanabb a Kanárik csapata. Ez több szempontból is érthető. Rengeteg a sérült, ahogy a szövetségi kapitány is mondta, elfogytak a sárgák. És hát 16 percük maradt arra, hogy 4 gólos hátrányból felálljanak. Ha nem is lehetetlen, de szinte lehetetlen. Simon lő, Tóth Gyula spárgázza ki. Semsei, gyönyörű gól, düböl, az az igazi minden mindegy gól, vagy lövés volt, ez nem is gól. Semsei Misi megunta a Tilitolit, előtte 10-ről nagypályán lennénk, azt mondanám, hogy a jobb összekötő helyéről, és Tóth Gyulának esélye nem volt, nem is lehet odaérni. Piroska volt szemfüles, ő szerelt, Vidák. Baranyai szereli tisztán, Sivák ez ígyszer, 6-2, nagyon szépen csinálta Sivák, aki azt mondja Baranyainak, hogy bocs öreg,
mert hogy előtte is nem tette vissza neki a labdát. Átveszi, megnézi a hosszú felsőt és odalövi. Ismét 4 gól a címvédő előnye. Tóth Sándor a labda mögött. Tóth Gyula nagyot védett. Harmincadik perc, Balázs is följebb jön. Tőle ez nem szokatlan. Tóth Gyuláról kijön a labda. Nagy a rakás. De mindenki megvan éppen és egészségesen. Jacques Gilles. Berkes. Vissza Zsáknak. 7-2, gyönyörű játék. 1-2-3, szép gól. Tóth. Szente. Takó egészen kiszorított helyzetből nem is céloz jól. Simon! Tóth Gyula fogja maga biztosan. Madarász. Tóth Szabocs fut mellett a bal oldalon, bokából emel. Csodálatos gól. Parádés találat. Zseniális megoldás. Tóth Szabocs. Elképesztően szép gól. Bokából lazán megemeli. Esélye nincs Balázsnak. 8-2 a 13. percben. Gyönyörű megoldások. Sivák emeli föl a labdát, a kelleténél is följebb. Hatalmas kidobás. Takács, Tóth Gyula. Kapuban a Gödöllőnél. Tóth Gyula le, Nagy Endre be. Még 5,5. Nagy Endrét melegíti be Tóth. Sivák emeli ki aztán. Semsei. Sivák gyönyörű labdát kapott Baranyaitól, nem tudja becenterezni Madarásznak. Semmi újdonságot nem fogok mondani, ez így kiütés most már. Madarász, Tóth Szabolcs. Kilenc-kettő a Gödöllőnek, Tóth Szabolcs és Madarász összjátéka után a 36. percben immáron 7-7-es góllal vezet a bajnoki címvédő. Semsei. Tóth. Bernes lépett oda, de nem volt szabálytalan. Takács. Belül vagyunk az utolsó 4 percen. Takács nagyon szépen csinálta. Nincs baj, jól van Nagy Endre, jól van Takács. Sportszerűen lepacsiznak a végén.
Tóth most szépen fordult le. Nagy Endre jól zárja a szöget. Vernes. A szabálytalan. Kiállítja a játékvezető Tóth Sándor. Tilossal ezért a megmozdulásért. Ez nem kellett volna a végére. Egyébként összességében sportszerű volt a döntő, nem csak ez, hanem az első két találkozó is. Szente, Tóth Szabolcs. Tóth Szabolcs rontott egy aprót, de ez is belefér, hiszen belül vagyunk az utolsó 2 percen, és 9-2-re vezet a Gödöllő. Három emberrel a Kanárik, ugye a kiállítás okán sem se indul el. Tóth Szabolcs, Szente. Le a sarokba, Berkes, Tóth Szabolcs, Lakosról kijön a labda, sőt, Sranc mehet. Elrontja Sranc Balázs. Berkes, Baranyai van a hosszú, lesz a tizedik, Gödöllői gól, lesz Berkes a szerzője. Baranyai rugatja meg vele 1 perc, 4 másodperccel a bajnoki döntő vége előtt. 10-2-re vezet a Gödöllő, SKO. Perc van tehát hátra, kérem szépen a most már elmondhatjuk mindent eldöntő bajnoki döntőből. 3-0 arányban nyeri a döntő. A Gödöllő nehezebben az első kettőt, miközben Takács cselezgetett. Hiszen ugye az első meccsen emlékezhetünk, 3-3 volt a rendes játékidőben. Aztán a hosszabbításban rúgott még 3-at a Gödöllő és nyert így 6-3-ra. A finálé második meccsén 3-2-re tudtak győzni a Bikák, most viszont meggyőzően, magabiztosan úgy, ahogy az tulajdonképpen mindenki elválta tőlük. Berkes fordul le, bevárja a társakat, Szente laposan 11-2, 28 másodperccel a vége előtt. Sajnálom a Kanárikat, megmondom őszintén, mert ennél sokkal jobb csapat. De most minden összejön a Gödöllőnek, Berkes remek labdát ad, Szente pedig okosan, laposan. Lakos még bele tud érni, de már nem tudja megállítani a labdát a gólvonal előtt. Szóval összességében mindent egybevéve megérdemelten nyeri meg a bajnokságot, és védi meg bajnoki címét a Gödöllő. Az a Gödöllő, amely 2 éven belül kétszer lesz bajnok, és kétszer kupa győztes. Logikus módon kétszer szuperkupa győztes. Baranyai, még 10 másodperc. Semsei volt szabálytalan. Baranyai Palit kell még nyugtatni egy kicsit. Semsei a kezét nyújtja, a Baranyai nem fogadja el, ez így nem korrekt, Baranyai részéről maradjunk ennyiben. Kilenc másodperc van hátra. Tóth Szabolcs, hátra Nagy Endrének, még 5. Ebben a pillanatban hivatalossá válik, hogy a Gödöllő megvédi bajnoki címét. Gratulálunk nekik, de gratulálunk a Kanári gárdájának is,
amely egy picit erőn felül teljesítve bejutott a döntőbe, és ott méltóképpen helyt állt. Díjazást, ahogy szokott lenni, a harmadik helyezettel, vagyis a mezei Vilgárdájával kezdték. Juhász Péter, az MLS futsalbizottságának tagja, adta át a bronzérmeket Mezei Józsefnek, a Berettyóújfalu tulajdonosának. Gratulálunk nekik, mint ahogy természetesen gratulálunk a Kanári Gárdájának, amely fantasztikus tavaszt produkálva jutott el a döntőig, és ott, ahogy többször is elmondtuk, nem vallottak szégyent Simon Péterék, le a kalappal a Kanári Gárdája előtt. No persze, akkor mit mondjunk a bajnoki címét megvédő Gödöllő csapatáról, amely két éven belül kétszer lett magyar bajnok, remek sorozatot produkálva Ragadics Ferenc és a szövetségi kapitány Kozma Mihály adták át az érmeket Madarász Janiéknak. Aztán jött a kupa, a gyönyörű serleg, amelyet a Gödöllő kapitánya Szente Tamás vett át 2006 után, 2007-ben is. Gratulálunk a Megatern Gödöllő gárdájának! Nagyon büszke vagyok, és nagyon fáradt. De úgy gondolom, hogy nem csak én, hanem az egész csapat, mert erőn felül teljesített úgy érzem, a bajnokság végén. Ugye különféle nehézségeink voltak, amik nagyon szépen átléptek, és gyakorlatilag a szívük idáig hozta őket. Természetesen a vezérkarral, tehát a magyar edzővel, a bringával, a kisegítő személyzettel, a technikai vezetővel, és ugye nem utolsó sorban az az ember, aki megmutatta, hogy hogy lehet ezt a futsalt sikeresen játszani. Annak ellenére, hogy ugye többen azt mondták, hogy a Gödöllő nem áll föl a padlóról, mi tudtuk, hogy mit csinálunk, úgy gondoltuk, hogy nem magyarázzuk meg. Itt az eredmény. Most is változások lesznek. Vannak olyanok, akik lehet, hogy abba hagyják a játékot, és az utánpótlással fognak foglalkozni. Mint láthattátok most is, azért rengeteg fiatalt építünk be a csapatba, tehát egy megújulás jön a csapatra, ami könnyen lehet, hogy a következő évadban nem fog hozni bajnoki címet esetleg, de mindegyik csapat átesik ezen. Nagyon kevés olyan csapatot tudok mondani világszinten, nem csak futsalba, akik egy fiatalítási hullámot gyakorlatilag veszteség nélkül tudnának áthidalni. Megpróbáljuk a legkevesebb veszteséggel, komoly szakmai munkával, átértékeljük azért ezt az évet, biztos lesznek változások, most egy nagy pihenőre van szüksége mindenkinek. Neked személy szerint hanyadik? A bajnoki cím hatodik. Akkor ezt soha nem lehet megunni? Megunni nem lehet, az biztos. Vannak hullámvölgyek, amikor nem megy ugye a csapatnak, de szerencsére kijöttünk belőle ezt. Azért mindenki látta, hogy a bajnoki kiírás miatt, ugye mi már 4-5 forduló a vége, biztos, hogy elsők voltunk, leeresztett a csapat. Nehéz volt kijönni belőle, de a Berettyó elleni második mérkőzésen igazából a Berettyó szurkolók rángattak ki minket a kátyúból, mert amit ott kaptunk tőlük hideget és meleget, szerintem az pörgette fel a csapatot. Igazából a Berettyó szurkolók saját maguknak köszönhetik, hogy minket, mi ki tudtuk őket verni. Mert ha az egy nyugodtabb légkörű mérkőzés, akkor nem biztos, hogy így bele tudunk pörögni újra a bajnokságba. Folyosón azt rebesgették, azt hallottam, hogy lehet, hogy Tóth Szabolcs abba hagyja. Nyugtass meg minket, hogy nem! Ez a jövő titka, ezt még én sem tudom. Nem tudom, hogy itt mi lesz. De megfordult a fejedben? Sokszor megfordult már fejembe, de igazából szeretem ezt a sportot, azért nem hagytam még abba. De nem köztudod, de gyereksérülékeny vagyok, és ezért gondolkozom mindig rajta. Idén hál' Istennek elkerültek a sérülések. Most a végén becsúszott egy, de hál' Istennek ki tudtam pihenni.
Ha valaki most beígéri neked a hetedik bajnoki címet mondjuk jövőre, akkor azzal meg lehet győzni? Nem kell beígérni, mert ilyet senki nem tud ígérni, hát ez lutri. Remélem, hogy meg lesz, hogyha folytatom. Ha nem, akkor meg szép volt, jó volt, ennyi volt. Tényleg nagyon göröngyös volt az út. Az okokat nem szeretném sorolni, mert szerintem mindenki tudja, és ezzel nem is szeretném untatni senkit vele. Én úgy gondolom, hogy ami a csapat megtehetett, azt megtette. A jövőben nézve nem tudom, hogy mi lesz. Remélem, hogy még ezekkel a játékosokkal tudok együtt játszani, és még sikereket halmozni. Nagyon sejtelmes vagy, nem lennék jó riporter, ha elmennék emellett a dolog mellett. Mit jelent az, hogy nem tudod, mi lesz a jövőben? Nem merem még lenyilatkozni, mert nem tudom, hogy mit fog történni. Tudod mit, inkább elmondom, hogy ne úgy utána szememre vessétek, hogy nem mondtam semmit. Alberto el akar engem vinni, remélem, hogy el tud vinni, és akkor külföldön folytathatom pályafutásomat. Na hát akkor most már pláne nem úszod meg ennyivel, merre felé kacsingatsz külföldön? Nem tudom, mert nem én intézem, én csak várok, én leadtam az adataimat. Hát nem tudom, nekem mindegy, vigyen el lakatlan szigetekre, csak menjek. Nem fog hiányozni a magyar bajnokság, nem a túrót, nem, de hát nyilván azért egy kihívás neked is külföld. Természetesen kihívás, és azért szeretnék elmenni, hogy kipróbáljam magam. Még így 33 évesen is, mert én úgy gondolom, hogy még van bennem jó két év, és mondjuk egy olyan öt rossz. Úgy érzem, hogy ez a csapat valóban nagyon sok viszontagságon ment keresztül, és úgy érzem, hogy a tavalyi aranyakhoz képest ez egy még nagyobb dolog, hogy idén mind a két kupát, és hát mind a három kupát, a szuperkupát vegyük, sikerült begyűjtenünk. Veled mi a helyzet? Maradsz? Tudom, hogy csábítanak máshova is, ez sem véletlen. Szóval mi a helyzet veled? Igazából ez majd most fog eldőlni a nyáron. Valóban történtek már megkeresések, nem mind az én részem felé, mind a csapat többi tagja felé. Hát följön a vezetőség felé, hogy akar minket megtartani. Ez a bajnoki cím, ez 70%-ban a tied. Ötszörös magyar bajnok vagyok, ennek baromira örülök. Baromi büszke voltam a srácokra a mai mérkőzésen. Öreg fiúk meccsről jöttem, ahol nyertünk ott is szerencsére, és rohantam ide, és nem akartam, és egy percet, egy gólt elkéstem, és baromi jó volt. És boldogan néztem ott a sarokba végig. Tök jó néha meg elbújni a valahol, és csak nézni azoknak a győzelmét, akiért az ember harcolt és küzdött. Nem bántad meg, nem csinálnál valamit másképp, hogy szétvált az utad a csapattól? Nem. Baromi jól csináltam, és igazam volt, és ez így volt jó. Én mindig egyenes ember voltam. Nem akarok senkit becsapni, főleg ami még hátra van, abba pláne nem fog becsapni. Egyenes leszek, mindenkinek egyenesnek kéne lenni. Mindenkinek, mindenhol. Tudod, mire gondolok, mindenbe. És akkor tök jó lenne a világ. Hát azt hiszem, nem biztos megérni, tehát nem bántam meg. Nagyon jó. Nem hiányzik a pad? Dehogy nem, hogy ne. Hát szerencsére mindig azért 60-70-es pulzussal nem voltam egy izgulós, inkább színházat játszottam néhányszor, az nem, de hát dolgozni akarok, és fogok is dolgozni, biztos. Hát a Murcia nem hívott. Megmondom őszintén, hogy én egész szezonban nem láttalak ilyen jól játszani, mint hétfőn és a mai meccsen. Szóval gratulálok nem csak ehhez, hanem a bajnoki címhez is. Köszönöm szépen a gratulációt. Jól láttad, valóban nem sikerült úgy ez az év, mint a tavalyi, meg nem is sikerült úgy, ahogy én elvártam magamtól, illetve ahogy szerintem elvárták tőlem. Elég nehézkes szezonom volt, sérülés volt benne, egyéb problémák. Hál' Istennek a végére azért sikerült kiegyenesedni. Mennyire elégtétel ez nektek, amikor hullámvölgybe, Gödörbe voltatok, akkor nagyon sokan leírtak benneteket, és azt mondták, hogy Gödöllő innen nem fog felállni. Mennyire elégtétel ez a bajnoki cím? Mindenképpen elégtétel. Úgy, ahogy mondom, nagyon sokan leírtak bennünket, hallottunk olyat, hogy szégyen, amit művelünk. Én azt gondolom, hogy ha egy csapat 17 pont előnye vezeti a bajnokságot az alapszakaszban, és van hátra 5 meccs, nem hiszem, hogy szégyenkezni kell azért, mert alárendeli a rájátszásra való készülésnek a hátra lévő mérkőzéseket. Valóban azok nem úgy sültek el, ahogy szerettük volna, de azt gondolom, hogy ma is látszott, illetve az elmúlt két meccsen is látszott, hogy miért dolgoztunk, és hogy mi a cél. És hál' Istennek kijött. Mi lesz veled? Hogyan tovább? Nem tudom. Igazából nem foglalkoztam még a jövőmmel. Mindent annak rendeltem és rendeltünk alá, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot. Vannak pletykák, vannak tervek. Elsősorban ilyen vezetői szinten, nem annyira az én részemről. Majd meglátjuk.